Az első Final Audio hangfal tesztem és élményem szerintem elég pozitívra sikerült, ez a második sem lesz külön bezaló. Az F500-as állványos hangfalat kaptam kölcsön 2 napra, egy hétvégére, úgyhogy az ez idő alatt szerzett tapasztalatomat szeretném megosztani. Ez a hangfal egy két utas 230 ezer forintos alsó reflexes polt sugárzó, állványos. Az 500-as sorozatnak a kisebbik példánya, ugye több álló példányt is kapunk ebben a sorozatban, hogyha nagyobb térbe szeretnél hangfalat. Alapvetően anyaghasználatban, dizájnban elég sok különbség van e között meg a 300-as között, úgyhogy azt mondanám, hogy alap koncepció szempontjából hasonló a stílus, amit hangban egyébként kapunk, de jóval analitikusabbnak nevezhető ez a példány, mint amit az F300-as sorozatnál tapasztalunk. Kapunk egy 150 mm-es hangszórót, ugye ez a mély közép sugárzó, amelynek a közepére lett elhelyezve a 25 mm-es titán magas sugárzó. A kabinett dizájn az alsó reflexes lett, viszont ez sem annyira egyszerű, hanem behelyeztek ide egy kúpot, amely tereli a hangot minden irányba. Mint a hangfal alján látunk ilyen csíkokat, peremeket, az nem csak dizájn, hanem ott mögötte áramlik ki a levegő minden irányba. Tehát hátulra, előre és két oldalra is. Az eredmény az, hogy egy sokkal nagyobb mély mennyiséget kapunk, sokkal fajsúlyosabban, mint hogyha mondjuk első hátsó reflexes lenne, vagy mondjuk az a kúp nem lenne ott. Maga a hangfalborítás Fournierból van, tehát egy szinten komolyabbat kapunk ebből a szempontból is, ugye az F300-ashoz képest. Színből 4 lehetőségünk van, én szerintem Magyarországon a fekete és a sötét tölgy színtónusok közül lehet választani, amúgy van lakkozott fekete és lakkozott fehér is. Maga a hangfal egyébként kifejezetten nehéz szerintem, annak ellenére, hogy mekkora így a külső mérete, 7,3 kg darabja. Az oldalpanelek teljesen egyenesek lettek, de a front és a hátsó ívelt, ez ugye a színezés ellen van, tehát mindenféle akaratlan hullámokat szűrnek ezek ki. Hangfal ugye 1,5-2 napig tudtam ismerkedni, úgyhogy ennek megfelelően érdemes mérlegelni azt, amit mondok itt tapasztalatok szempontjából. Artikulált, részletgazdag, nagyon levegősnek mondható. A színpadtér az végtelenül széles, mind szélességben, mind mélységben. Az énekhangok elég közvetlenül szólnak alapvetően, de nem az a nagyon arcba tolósan, úgyhogy van egy ilyen természetesnek mondható távolság te közted és a középtartomány között. A mélyek egyébként meglepőek. Több videóban is említettem, hogy 40x négyzetméteres nappaliban tesztelem a hangfalak egy részét alapvetően, és ez is ott történt. Ugye mivel nem hátsó reflexes, így azt mondanám, hogy nem annyira érzékeny az elhelyezésre, hogyha távolabb húzod vagy közelebb tolod a faltól, nem nagyon változik meg a hangja. Nyilván ugye a tölcsér minden irányba engedi a hullámokat ki, tehát hogyha közel tolod a falhoz, akkor valamilyen szintű visszaverődést azért hallani fogsz, viszont nem annyira direkten és erőteljesen változik a hangja mély szempontjából, mint egy hátsó reflexes doboznál például. Van egy ilyen elfojtott, de nagyon fajsúlyos jellege minden mély hangnak. Azt mondom, hogyha technót, house-t, mély erős modern zenét hallgatsz rajta, nulla hiányérzeted van, tehát eszembe nem jutna még a 42-3 négyzetméterbe se berakni egy szubot hozzá, több, mint elég, amit nyújt. Nagyon artikuláltan, megfogottan szólal minden benne, tehát ilyen elfolyásokat nem fogsz tapasztalni szerintem semmilyen szoba méretben. Nagyon szép részletgazdag felső tartományt kapunk, azt mondom, hogy relatív puha, homogénnek mondható, de nem az a nagyon elnyomott szinten, hanem van benne egy icipici fűszer szerintem így a felső tartományba, amelytől izgalmas lesz, és nem fogod elunni magad tőle. Nagyon jól élvezhető hangja van alapvetően, szerintem egy jó arany középút az élvezhető és az analitikus között, tehát nem megy el az egyik irányban, ahol túlszínez mindent, nem is az a kategória, ahol nagyon ilyen fásult, nagyon angolos lenne, úgyhogy a kettő között valami nagyon jó utat talált meg szerintem ez az F500-as, amely nekem nagyon-nagyon hamar megtetszett. Amit észrevettem, hogy elektronikára nem annyira érzékeny, mint amennyire a file vagy forrás minőségére. Régebbi NAT 3020-assal teszteltem, New Prime digitális erősítővel, és sokkal kisebb ott a különbség egyébként, hogyha erősítőket váltogatsz, mint hogyha forrás. Olcsóbb lemezjátszó,
telefon DAC-on keresztüli összekötés, Google Chromecast, Tidal, Spotify streamelés között hatalmas különbségek vannak, ezerszer nagyobb, mint hogyha erősítőt váltasz. Brutálisan megnyílik minden. Tehát az a mértékű tartalék, ami benne van ebben a hangfalban, az sokkal komolyabb eszközöket, forrásokat és hangminőségeket, felbontásokat képes megszólaltatni, mint amit mondjuk egy 50 ezer forintos lemezjátszó. Úgyhogy ennek mérten érdemes hozzá forrásokat választani, vagy venni, hogyha abszolút nulláról építesz fel egy rendszert. Még egy dolog, amit észrevettem, hogyha olyan jellegű komponenseket használsz a rendszeredben, legyen az lemezjátszó, tű, egy kábel, egy DAC, bármi, amely mély erősnek mondható, akkor át tud menni nagyon mély túlzóba a hangfal. Ez nyilván a rendszernek egy sajátossága lesz, és nem csak a hangfal ilyen. Úgyhogy érdemes úgy párosítani a dolgokat, hogy tisztában vagy azzal, hogy melyik komponens mit hoz a lánchoz és az összképhez. Mert én használtam egy olyan DAC-ot például, amelynek brutál mély erős stílusa van, és ezeken a hangfalakon nagyon előjött. Összesítve szerintem brutálisan jól élvezhető hangja van minden szempontból. Nem válogat, dinamikus, elképesztő artikuláltság, részletgazdagság van benne. Egy laikus számára is szerintem érzékelhető az a színvonal, amit ő nyújt a 100-150 ezer forintos hangfalakkal szemben. Nyilván 230 ezer forint egy ekkora hangfalért nem kevés pénz, pláne Magyarországon, de hangminőségben sem azt nyújtja, mint amit 100 ezer forintért kapsz.